Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégem Ás Tamás színművész, tisztelettel köszöntelek, szervusz. Szép. A beszélgetésünk apropóját, ez egy életútinterjú lesz nyilván, de azért is fontos, mert a Paletta magazinunkban bemutattuk azt a fantasztikus estet, ami a Vörös Márti Szín könyvtár olvasótermében zajlott, a Bor dicsérete címmel, és azt hiszem, hogy erről is kell, hogy szó essék az önálló estekről. De először hadd vezessem be egy 20 éves ifjú gondolataival ezt a beszélgetést. 2006-ban írtad, hiszem, hogy a monitorok által lekicsinyetett világban a színháznak is van létjogosultsága, és vallom, hogy a színház a 21. század hajnalán is utat mutat, gazdagít, példával jár elől. Ez 2006-ban született meg ez a gondolat. De hogy megértsük, és a későbbiekben nyilván meg fogjuk érteni, ehhez egy kicsit vissza kell mennünk az időben. Ugye 86-ban születtél Kortobágyon. És azt hiszem, hogy ez egy fontos pillanat lehetett az életedben, hogy a magyar tanárodnak hála, ahogy mondod, rád osztotta a vénzászló tartó fantasztikus Petőfi verset. Ez volt az első bemutatkozásod? Igen, úgy emlékszem, hogy igen. Én kiskoromban minden szerettem volna lenni, a régésztől elkezdve, a focikapuson át, mindenféle szakmát elképzeltem magamnak, hogy mi is lennék én 20-30 év múlva. És mikor jött ez a feladat, hogy egy ünnepségen elmondhattam Petőfinek a Vénzászló tartó című versét, akkor jöttem rá, hogy a versmondás, az előadó művészet, az nem csupán egy versnek a megtanulásáról és előadásáról szól, hanem minden mögött sokkal több rejlik. Sokfajta érzelem, sokfajta gondolat. Édesanyám mesélt erről a versről, hogy az ő gyerekkorában volt egy osztálytársa, akinek meghalt az édesapja, és hogy édesanyámnak is mennyi emléke és érzelme, gondolata kötődik ehhez a vershez. És nagy szeretettel tanultam meg ezt a verset, amit mind a mai napig szoktam egyébként mondani március 15-e alkalmával, és aztán onnan egymást követték az események. Kortobágy faluból származik Hajdú István, Hajdú Steve, akit ugye sokan így ismerhetnek, és a közeli Debrecen városban van egy híres drámatagozat, az Ady Endre Gimnázium, és akkor ott javasolták a magyar tanárok, hogy ugye van már egy példa, Hajdú Steve, aki Debrecenbe ment tovább, színész szeretett volna lenni, és akkor sokan ajánlották, hogy akkor én is jelentkezzek a debreceni. Így is történt. Egyenes utad volt? Mi mindent lehetett megtanulni egy olyan vidéki város drámatagozatos gimnáziumában, amelyről tudjuk, hogy ízig-vérig magyar egyik oldalról, másik oldalról pedig remek színházzal rendelkezik, harmadrészt pedig minden lehetőséget biztosít, gondolom én, a drámatagozat ahhoz, hogy valaki úgy válaszol hivatást, tehát tudatosan tegye azt. Akkoriban a 90-es évek végén, 2000-es évek elején még nem voltak ennyire népszerűek a drámatagozatok, mint manapság, hogy minden városban most már van drámatagozat. Akkoriban volt Szentesen, Pesten a Vörös Marti Gimnázium, és Debrecenben az Ady Endre Gimnázium. És egy fantasztikus közeg volt. Emelt számban tanultuk az irodalom és a történelem órát, és délutánonként művész tanároktól tanulhattunk színpadi beszédet, énektechnikát, táncot és színészmesterséget, és nem más, mint a Csokonai Színháznak egy nagyon jelentős művésze, Csikor Sándor tartotta számunkra a színészmesterség órákat, aki tényleg amellett, hogy az ország egyik legjobb színésze, egy kiváló pedagógus, és játszva, elgondolkodva vezetett be bennünket mit a színház világába. Tőle megtanulni, illetve mit tanultatok meg egymástól, hiszen nyilván egy olyan közösség alakul ki egy ilyen speciális osztályban, ahol mindenki figyel mindenkire. Legelőször is egy nagyon jó osztályközösségünk alakult ki, és azzal a céllal okítottak bennünket, hogy nem egy színész nevelde volt ez, ahol elvárás volt, hogy itt mindenkiből legyen színész. Ha jól hiszem, a 35 fős osztályunkból talán 4-en vagy 5-en kerültünk a pályára, hanem játszva alakítottak ki egy nagyon jó osztályközösséget, és Csikor Sándortól pedig azt tanultuk meg, hogy milyen fontos az elemzés
és a gondolkodás. Az ember ne csak holmi löncsös indulattal vesse bele magát egy vers megtanulásába, vagy egy monológ előadásába, hanem nézzen utána a adott szöveg történelmének, elemezze a sorok közötti mondanivalót, és hát azt hiszem, hogy ez volt a legfontosabb tanulsága az ő 4-5 éves tanításának, amíg velünk foglalkozott. Nyilván elmélyülhettetek a műfajokban. Ilyenkor az hatással bír a későbbiekre? Nálad például hogy történt? Tehát, hogy vers, próza, színház, monodrámák, hiszen a harmadikas korodra visszatekintünk, és elolvastam, amit írtál róla, hogy az életed legmeghatározóbb élménye az volt, hogy Hauman Péter elmondta a Szókratész védőbeszédét. Igen, az számomra egy nagyon sorsfordító esemény. Véletlennek köszönhetően hallottam, hogy eljön Debrecenbe, és a jogi karon előadja a Szókratész védőbeszédét, és szerencsére elmentem, és egy óriási élmény volt, hogy egyetlen öltönyben, ugye volt egy kis díszlete, egyetlen serleg, amiben ott volt a méreg, és egyetlen öltönyben meg tudta jeleníteni ezt az egész ókori világot a hallgatósággal egyetemben, és hát fantasztikus előadás volt, és akkor egy ilyen ide nekem az oroszlánt is effektusként én is belevágtam egyből, hogy na akkor én is megcsinálom a magam Szókratész védőbeszédét, és akkor azt találtam ki, hogy ezt egy érettségi előtt álló fiatalember, egy diák mondja el, és amikor ugye Szókratész beszél a saját bölcsességéről, akkor én például a bizonyítványomat körbeadtam a nézőknek, ilyen kis játékokkal fűszereztem az én előadásomat, iskolatáskával jöttem be, rajzoltam egy táblára, úgyhogy egy nagyon érdekes előadásom volt nekem is. Tudatos volt, hogy milyen utat választasz ezután? Hiszen ugye tudjuk, hogy 2006-ban már 20 esztendősen az ország másik végébe, Győrbe kerültél. De ennek nyilván van előzménye. Nem volt tudatos. Egyik másik esemény ugye véletlenszerűen követte egyik a másikat, és nagyon szerettem volna bekerülni a színművészeti, akkor még főiskolára, mindenféle szakra jelentkeztem, színész szakra, rendező szakra, de sajnos nem úgy hozta az élet, hogy engem felvettek volna a színművészetire, viszont mindenáron szerettem volna a színházról tanulni. És így kerültem aztán Veszprémbe a Etika Színház történet szakra, és elkezdtem ugye ismerkedni a színháznak az elméleti oldalával, és mindemellett persze egyetemista társaimmal létrehoztunk egy egyetemi színpadot, a Feleselők színpadot, ahol különböző kisebb kameraelőadásokat hoztunk létre. Ugye 2013-ban diplomáztál, de nagyon fontos az a 6 esztendő, amit Győrben töltöttél a Forrás Színháznál. Mi mindent lehetett megtanulni, hiszen nyilvánvaló, hogy kell hozzá egy olyan mester, ha úgy tetszik, akit te Pataki Andrásban találtál meg, aki elvezet, elindít egy úton. Nagyon érdekes volt a találkozásunk. Ugye volt nekem egy első monodrámám, Platón Szókratész védőbeszéde, aztán az egyetem alatt hoztam létre a másodikat, Gogolnak az Őrült naplója című monodrámáját, és azt látta Pataki András a Kaleidoszkóp Vers Fesztivál döntőjében, és ezt az előadásomat hívta el először a Forrás Színházhoz. És aztán nagyon szép számmal, nagyon szép sikerrel játszottam ezt az előadást, és utána egyik előadás követte a másikat. Az első szerep, amit felajánlott, az a Mátyás király krónikái című mesejátékban volt Mátyás király szerepe. És azt tudni kell, hogy a Forrás Színház egy utazó társulat volt, tehát állandó társulattal bírt, de nem volt állandó játszóhelye, hanem jártuk az országot. Akkoriban 200-250 előadásom volt egy évben, szóval nagyon, nagyon hamar, hónapok, évek alatt megszereztem azt a színpadi rutint, amit gyakran mások ugye több év alatt. Ugye plusz, ugye megvoltak természetesen az önálló estjeid is. Így van mindezzel párhuzamosan. Én nagyon különveszem, nagyon-nagyon szeretek egy csapatban játszani társakkal, és nagyon különveszem ezt az egyszemélyes színházi formát. Az is persze a közösségről szól, hiszen nagyon erősen a nézőhöz beszélnek az egyszemélyes játékok, de a csoportos színdarabok mellett elkezdtem foglalkozni ezzel az egyszemélyes színházzal. És például a Forrás Színházban eltöltött időszak alatt, aztán az Őrült naplója után létrehoztam először Kafkától a Jelentés az Akadémiának című monodrámámat, ahol egy majom meséli el emberré válásának történetét.
De nagyon fontos, amit mondasz, hiszen tehát akkor párhuzamosan ez a két dolog, amit azt mondod, hogy külön választottál, de folyamatosan ott volt az életedben. Ugyanakkor az is nagyon fontos kérdés, hogy milyen hasznát vetted a diplomának. Tehát valaki etika színház történetet tanul egyetemi szinten, az nyilvánvaló, hogy valamilyen szinten szeretne ezzel foglalkozni a későbbiekben is. Nagyon nagy hasznát vettem ennek a diplomámnak is. Jelenleg, hogyha foglalkozom egy előadással, egy színdarabbal, egy szereppel, akkor azonnal tudom, hogy mi az a kereső szó, amit beüssek a gépbe, vagy mi az a kötet, amit leemeljek a polcról és utána olvassak. Egy szóval egy elméleti felvértezettséggel lettem ellátva ezzel a diplomával, és persze mindezzel párhuzamosan én először megkaptam a Színész 2 képesítést, ugye 3 évet kellett eltölteni egy színháznál, és egy szereppel lehetett vizsgázni, ez volt a Mátyás király szerepe, és aztán még 2 évet kellett eltölteni profi színháznál, és aztán egy főszereppel lehetett vizsgázni a Színész 1 képesítésért, ez pedig az Őrült naplója Popriscsin szerepére kaptam meg. Nagyon fontos volt ez az időszak számodra, hiszen aztán jött egy újabb váltás, bár ugye Pataki Andrásról már esett szó, de amikor 2012-ben a Soproni Petőfi Színház igazgatója lett, akkor mondhatjuk, hogy egyenes utat vezetett Sopronba. Igen, hívott magával Sopronba, én pedig nagyon-nagyon szívesen mentem, és egy gyönyörű szép 10 év volt ez az életemben. Ott születtek meg például a gyerekeim, összeházasodtunk a feleségemmel, és gyönyörű szerepeket játszhattam el a Soproni Petőfi Színházban. Igen, annál is inkább, hiszen bár az első Nihó-díjat még a Forrás Színház tagjaként kaptad 2019-ben, de utána jöttek a szerepek, és ehhez nyilván a szakmai elismerések is, hiszen 2015-ben és 2017-ben is Nihó-díjjal büszkélkedhetsz. Milyen volt színházi tagnak lenni? Hiszen, ahogy már erről esett szó, azért az önálló esélyeid megmaradtak, és az a színház az mégis ad bizonyos értelemben egy biztonságot egyik oldalról, viszont elkötelezettséget is. Abszolút, abszolút. Ugyanakkor egy nagyon kényelmes helyzet állt elő. Ugye a Forrás Színháznál én úgy kezdtem a pályámat, hogy mi magunk pakoltuk fel a díszletet. Utána bemelegítettem, és mint színész eljátszottam az előadást. És az már egy nagyon kényelmes áldott állapot volt, hogy én már mint színész szerepeltem a Soproni Színháznál, és a műfajok teljes skáláját végigjátszhattuk az operettől, a vígjátékon át a tragédiáig. Olyan szép szerepeket játszhattam el, mint például Shakespeare Macbethje. William, Fehér Lófia, Akela. Tehát én itt nézegettem, az fantasztikus sor. Nagyon, és egy nagyon-nagyon szuper csapat volt ott Sopronban, és még mind a mai napig is van, és részt vettünk különböző színházi tréningeken, ahol a Meyerhold féle módszerrel ismerkedtünk, vagy Grotowski beszédtechnikájával. Tehát nem csak az volt, hogy az előadások próbáján képeztük magunkat, hanem hagytunk időt a tréningezésre is. A rendkívüli felelősség egyik oldalról egy színházi tagnak lenni, másik oldalról pedig azt az álmot megvalósítani, amit már ideje korán fiatal fővel, tinédzserként elindított az ember önmagában, tehát gondolok itt a monodrámákra, önálló estekre, hiszen rengeteg új önálló ested volt, és jártad az országot. Hogy választasz témát magadnak egyébként? Nem is én választom, azt hiszem, hogy először is a téma választ ki engem. Ez úgy szokott történni, hogy néha olvasok egy könyvet, és akkor azonnal már látom magam előtt, hogy ezt meg kell csinálnom a színpadon. De olyan is előfordult, például ami már Székesfehérvárhoz köthető, akkor még mint soproni színész vendég játszottam itt Fehérváron, a Kafka Beatben, és az Őrült naplója előadás után odajött hozzám egy néző, hogy ő Németországban látta Kafkának a Jelentés az Akadémiának című szövegét, és ezt ő jó szívvel ajánlja nekem, hogy szerinte én ezt milyen jól meg tudnám csinálni. Úgyhogy például ennek a darab ötlete, ez már Székesfehérvárhoz köthető. Amelyet magyarul és németül is játszott, tehát egyik így, hozzá. Így van. Azért ez nagy kihívás. Az egy nagyon érdekes élmény volt. Ott mielőtt színpadra mertem volna állni németül, Van nekem középfokú német nyelvvizsgám, de hát az messze nem lenne elég, hogy az ember akár improvizálni tudjon németül, ha netán
elfelejti a szövegét. Tehát úgy mertem kiállni, hogy egy évig minden nap foglalkoztam azzal a szöveggel. És egy nagyon érdekes élmény volt tisztán idegen nyelven játszani egy teljes monodrámát. Miként lehet a hitelességet megtartani, hiszen ez rendkívül fontos, egy monodrámában, ami illeszkedik egyrészt a közönséghez, illeszkedik ahhoz az úthoz, amit te magadnak választottál. Nagyon, számomra azért nagyon fontosak ezek az egyszemélyesek, mert nem csak színészileg kihívások ezek számomra, hogy ezek természetesen nagyon nehéz szerepek, amire nagyon sokat kell készülni, de mint világról gondolkodó ember, mint színházról gondolkodó ember is, ezekkel az előadásaimmal mondom el a véleményemet a körülöttem lévő valóságról, az emberekről, az általam megismert tapasztalatról és jellemekről, és egy nagyon fontos, ugye világunkban, bár a közösségi média által ugye mindenki azt érzi, hogy ő egy közösségben van, egy társaságban van, de valójában nagyon sok esetben egy elmagányosodott embert látunk. És a monodrámák már tüntetőleg beszélnek erről a magányos emberről. Ugyanakkor, tehát ez egy tanítás is, ugyanakkor rendkívüli felelősség. Hiszen ha megnéztük a Vörös Marti könyvtárban, és mi is ott voltunk, tehát láttuk, hogy szerteágazó életkorban, és tehát azt mondom, idős hölgyek, fiatal hölgyek, fiúk, lányok, mindenki ott van. Tehát úgy kell megszólítani nyilvánvaló a közönséget, hogy az teljesen heterogén. Abszolút, abszolút. Ugyanakkor viszont szerencsére mindenféle korosztállyal találkozok ezekkel az egyszemélyes előadásaimmal. Például most voltam nemrégen az Őrült naplójával Móron és Bodajkon. Móron a Táncsics gimnáziumban, Bodajkon pedig a Hangszíntér középiskolában. És nagyon jó élmény volt, nagyon-nagyon jól fogadta a középiskolás generáció ezt az előadást, míg például az idősebbek, ők nagyon sokszor emlékeznek még a Darvas Iván féle híres Őrült naplója előadásra, úgyhogy nagyon érdekes, hogy mit jelez vissza egy középiskolás, és mit jelez vissza egy idősebb generáció. Mit tette szükségessé a váltást? Hiszen nem titok, Székesfehérvárra költöztél a családoddal. Igen, ez egy családi döntés volt. Ugye megszülettek Sopronban a gyermekeink, és nagyon távol voltunk már mindenkitől. És kerestük azt a várost, hogy hol is nevelhetnénk fel a gyermekeinket, és a feleségem ő székesfehérvári, itt élnek a nagyszülők is, és kapva kaptunk az alkalmon, és Székesfehérvárra költöztünk. És ezzel együtt viszont a szabadúszást választottad, ez egy nagyon komoly döntés. Igen, nagyon nagy váltás volt ez az életemben. Ugyanakkor nem bántam meg. Nagyon jó volt belekóstolni 10 évig a... Tehát társulatban élni nyilván más. Abszolút, abszolút. Teljesen más. Nagyon jó volt belekóstolni ebbe a 10 éves társulati létezésbe, és most nagyon, nagyon izgalmas ez a szabadúszó életmód. Pályázatokat írni, telefonálni nap mint nap, szervezni az előadásokat. Egészen másfajta élmény, hogy az ember tudja a maga előadásáról, hogy az első telefonhívástól, amikor elkezdtem szervezni, a tapsig, amíg ugye megkapom a tapsot, azt mindvégig a feleségemmel együtt szerveztük és játszottuk. Tehát a visszajelzés az mindenképpen fontos. Abszolút. És megerősít. Abszolút, abszolút. Hogyan tervezed az új darabjaidat? Hiszen, és min múlik az, hogy mit tartasz meg? Az Őrült naplóját megtartottad, az rendben van, Kafkáról említést tettünk már, de nagyon sok minden van, ami még mindig a tiéd, ilyen például most a Bor dicsérete, ami azt hiszem, hogy itt értőfülekre talált Székesfehérváron is. De hogy választasz darabot? Én olvasom, hogy most például Varró Danirval készülsz a Leprikónok átka. Már azt is bemutattam. Lassan egy évvel ezelőtt, ugye akkor online előadásként, és már volt a Fekete-hegyen belőle például itt előadás. Az például Varró Dani úgy írta meg azt a mesejátékát, mint voltak régen ezek a kalandjáték kockázat regények, ahol dobáltunk a kockával, és úgy lehetett lapozni, hogy mi választottuk ki, hogy a hős merre menjen.
és itt is a néző dönti el, hogy a hősünk milyen döntéseket hozzon, és merre induljon a kaland során. Tehát interaktív ez a történet. Abszolút. És nem csak olyan szinten interaktív, hogy nem tudom, cukorkát dobálok a gyerekeknek, hanem a gyerekeknek valódi döntés helyzetük van az előadásban. Tehát ez bizonyos értelemben a jövő útja. Abszolút. És nem kísérleteztem eddig gyerekszínházzal, de most kitárult számomra ez a világ is, és egy nagyon-nagyon izgalmas előadás jött létre, úgy hiszem. Az biztos, hiszen a leginkább fogékony korban lévő gyermekeknek játszani az egy csoda. Hogy telnek a napjaid itt Fehérváron? A gyerekekkel, és nagyon-nagyon örülök, hogy azzal, hogy a szabadúszó életmódot választottam, azzal részt tudok venni a gyermekeim életében, 2 és 4 évesek. Tudom őket óvodába vinni, tudok velük nagyon sokat olvasni, játszani, és nagyon örülök, hogy ilyen aktívan részt tudok venni a nevelésükben. A Diótöröcskében már bemutatkoztál itt a színházban. Lehetséges, hogy majd látunk még? Én bízom benne. Nagyon egy fantasztikus csapatot ismertem meg a Vörösmarty Színházban. Kerkai Rita fantasztikus rendezése szerintem ez a Diótöröcske című mesejáték, amit egyébként Fehérvári Péter kollégámmal játszunk, felváltva a Fekete Sereg királya szerepét, és egy csodálatos, nagyon szép tanúsággal bíró mesejáték lett szerintem belőle. Egyébként pedig mire készülsz? Hiszen csodálkoznék, ha nem jelentkeznél rövidesen valamilyen újdonsággal. Több tervem, ötletem is van. Készülök a Petőfi emlékévre, ugye. Petőfi Sándor 1823. január 1-én született, és jövőre lesz a 200. születési évfordulója, és egy másfél órás önálló estel fogok majd jelentkezni a verseiből, levelezéséből. Erre készülök. Készülök egy Shakespeare összeállítással, és ami már nagyon régóta mozgat, az Borbé Szilárd Nincs telenek című regénye, amit felnőtteknek szeretnék majd monodrámává transzponálni. Érdeklődéssel várjuk, én azt gondolom, hogy és köszöntünk Fehérváron, én már nagyon akkor itt köszönöm. Vagy velünk, és hát nyilvánvaló a családodnak és neked is egy olyan 2022-es évet kívánunk, ami omikronmentes leginkább, és sok-sok sikerrel dúsított, hiszen azt gondolom, hogy nem lehet kétséges, hogy örülünk neki, hogy egyrészt itt vagy. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy megtiszteltél, és várjuk a következő alkalmat, hogy beszélhessünk és láthassunk. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Ács Tamás volt, aki immáron színesíti Székesfehérvár kulturális életét a maga monodrámáival, egyszemélyes előadásaival is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!